Ima a gyarapodásért. Köszönöm, Uram, az igédet. A II. Korintusi levél 8:9-et, mert ismerem az én Uram Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag lévén szegény élet érettem, hogy én az ő szegénysége által gazdagá lehessek. Köszönöm, Uram, hogy bekerülhettem Isten csodálatos anyagi rendszerébe, és az igével megalapozva megerősödtem. Úgyhogy nem közelített hozzám semmilyen szegénység, semmilyen éhínség, mert nevetek rajta, és nem is közelíthet. Hálát adok, Uram, az 5 Mózes 28:8 alapján, hogy Te áldást parancsolsz mellém mindenben, amire csak ráteszem a kezem, és megáldasz azon a földön, amelyet Te adtál nekem. Köszönöm a példabeszédek 10:22-es igeversének az első részét, hogy az Úr áldása az gazdagít meg. Mennyei Atyám, a Jézus Krisztus szent nevébe jövök eléd. Tudom, hogy a Te akaratod a bővölködésem. Köszönöm, amivel segítetted az eddigi életemet, mert mindenem, amin van, azt tőled kaptam, mert Te adtál erőt a gazdagság megszerzésére. Köszönöm, hogy Jézus szegény életére tettem, és az ő szegénysége által gazdaggá lehettem. Mert Te vagy az én forrásom, Atyám. Köszönöm, hogy Te adsz erőt és hatalmat a gazdagság megszerzésére, és Te általad uralkodok az életben az egy Jézus Krisztus által. Azok az akadályozó erők, amelyek jelenleg visszatartsák az életemben az áldásokat, az anyagiakat, hát megparancsolom, halld meg a hit szavát, Sátán. Hiszem a szívembe, és kimondom a számmal. Hozzám jön a világ gazdagsága, mert elrendeltetett Isten igéjében, hogy a tenger kincse és a népek gazdagsága hozzánk jön a Jézus szent nevében. Megparancsolom, pénz, engedelmeskedj Jézus nevében. A sötétség kincsei, a rejtek helyek gazdagságai hozzám jönnek, mert meg lesz nekem, amit hiszek. Jézus Krisztus dicsőséges nevére minden térnek meg kell hajolnia, és engedelmeskednie kell. Kijelentem, hogy nem szégyenülök meg a veszedelmes időben, s jól lakok az éhség napjaiban, mert az Úr szemmel tartja az őt félőket, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Sátán, megparancsolom, hogy minden gonosz tolvaj munkáddal hagyj fel az életembe, a szeretteim, a családom életébe, a gyülekezet életébe. Nem illetheted az életünket, sem a pénzünket. Megkötöm a Máté 18:18 alapján a tolvaj kezedet, és minden terved váljon semmisé és hatástalanná velem szemben, és a szeretteimmel. És a Máté 18:18 alapján pedig megoldom az angyalokat, hogy hozzák be a számunkra szükséges anyagiakat. A szegénységnek, a hiánynak, a félelemnek, az aggodalomnak mennie kell. A bővölködés szólítom elő. A gyarapodást szólítom elő, az áldást az életembe, a szeretteim életében. Megtiltom, Sátán, hogy lopjál tőlünk. Kijelentem, hogy minden sátáni, démoni terv megsemmisült az életemben és a szeretteim életében. Jézus Krisztus szent nevébe felszólítlak, hogy amit elloptál tőlem, példabeszédek 6:31 alapján, hétszeresen kell visszaadnod Isten dicsőségére. Pénz, hozzám jössz, és a szeretteimhez jössz, és beteljesíted a küldetésed a hitem parancsára, a Jézus nevében, így a szükségeim betöltetnek Isten dicsőségére. Angyalok, szolgáló szellemek, felszólítlak titeket, hozzátok be a számomra szükséges anyagiakat, a pénzt, a lehetőségeket, az új ajtók nyíljanak meg Isten dicsőségére.
és minden anyagi szükség betöltésére. Az Úr, akinek a szín előtt járok, elbocsátja az ő angyalát, hogy szerencsésé tegye az utamat, hogy az 1 Mózes 24:40 mondja. Mert Isten hatalmas arra, hogy rámárassza minden kegyelmét, hogy mindenben mindenkor teljes elégségem lévén, minden jó téteményre bőségben legyek. Köszönöm, Uram, hogy magot átsz a magvetőnek, nekem és a szeretteimnek, és kenyeret eleségül adsz, és megsokasítod a vetésünket, és megnöveled a mi igazságunk gyümölcsét, hogy mindenben meggazdagodjunk a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást szerez az Istennek. Köszönöm, Uram, hogy az Úr áldása gazdagít meg minket, mert új teremtések vagyunk Krisztus Jézusban, és kijelentjük, hogy áldásokba éljük le az életünk további részét. Meg nem kevesülünk. Köszönöm, Uram, hogy megelégítesz minket, és asztalt terítesz az ellenségeink előtt, elárasztott fejünk olajjal, és csordulték van a poharunk, mert te vagy El Shaddai, aki több, mint elegendő, te vagy a mi betöltő Istenünk. Minden szükségünk betöltője, ezért állával áldozunk a trónod előtt. Uram, minden adakozásunk legyen kedves illat előtted. Kijelentem, hogy minden vetésünkre válasz jön, ami megnyomott, megrázott, színiktelt és százanyi. Köszönöm, Uram, hogy amíg téged kereslek, jó előmenetelt adsz nekem, mert benned maradok, és a te beszédeid bennem maradnak. Ezért, amit csak kérek, meg lesz az nekem. János 15:7-ben mondod. Ma kijelentem, pénz hozzám jössz, és a szeretteimhez. Semmi nem akadályozhassa meg, hogy bővölködjek, hogy bejöjjön az áldás az életünkbe. Mert sokat vetettünk, és keveset arattunk. Ezért megkötöm az akadályozó erőket, a meghiúsulásokat, a lopásokat. A Máté 18:18 ige vers alapján, ami akadályozza a növekedést, a bővölködést, az áldást. A példabeszédek 28:27 azt mondja, hogy aki áld a szegénynek, nem lesz szüksége. Hát, Uram, én kijelentem a mai napon, hogy adok a szegénynek. És tudom, hogy ezáltal én magam is szerencsésé válok, és áldottá. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében, az ige alapján elveszem az anyagi áldást, amit számunkra készítettél. Köszönöm, Uram, hogy minden eddigi kudarcunk és nehézségünk nekem és a szeretteimnek csodává válik. És köszönöm, Uram, a csodálatos bővölködő igéket, amelyet a számunkra irattál meg a te apostolaid által. A János Evangélium 16:23-24. Amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig nem kértetek az Atyától az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen. Atyám, kérjük és elfogadjuk a szükséges anyagiakat. Kijelentem, hogy nem szenvedünk hiányt semmiben, sem a családunk, sem a gyülekezetünk, sem az országunk. Kijelentem, hogy bőségben vagyunk minden körülmények között, mert te vagy a forrásunk. Köszönöm ezt, Atyám. A Máté Evangélium 18:19-es ige verse, 18. fejezet. Amit megkötök a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldok a földön, a mennyben is oldva lészen. Ismét mondom néktek, ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Kijelentem a mai napon, hogy együttesen megkötjük az életünk felett minden akadályozó sátáni erőt, és kiparancsolom azokat a jellemvonásokat,
amik akadályozzák a gyarapodásunkat. Félelem, aggódás, viszálykodás, irigység, féltékenység, mindenfajta testi cselekedet, hitetlenség, kételkedés. Az angyalokat pedig eloldom az ige szerint, és előszólítom, hogy hozzák be a számunkra szükséges anyagiakat, munkákat, lehetőségeket, új ajtók nyíljanak. Uram, Te adsz erőt a gazdagság megszerzésére, és én megcselekszem az igédet. Beszólítom a világ gazdagságát, mely az igazaknak tétetett el. Atyám, tudom, hogy a Te akaratod a bővölködésem, a gyarapodásom, mert azt mondtad az igédben, János apostol 3. levele 2. ige versében, szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jó legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. Ennyi a gyarapodás, a pénz, a bővölködés, beszólítok, minden hiány bővölködésre és betöltésre váljék. A világ gazdagsága, a sötétség kincsei hozzám jön, és a szeretteimhez a Jézus Krisztus szent nevében. A mai napon megtiltom a sátán minden fondorlatát, lopását, befolyását az életünkre, a családunkra, a gyülekezetre, a szeretteinkre szőtt terveit. Megkötöm a gonosz munkádat, az nem valósulhat meg. Minden gonosz tervet hújon a földbe, és ne keljen ki. Alul nem verhet gyökeret, és felül nem hozhat gyümölcsöt. Mi az Úrban bízunk, ezért olyanok leszünk, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, mely idejekorán meghozza a gyümölcsét. Köszönöm, Atyám, hogy az áldást elrendeltet számunkra. Kérjük az adósságunk természetfeletti rendezését és eltörlését. Bocsánatot kérünk, Uram, ha nem voltunk jó sáfárai mindannak, ami ránk bizatott. Ma kijelentjük, hogy hisszük az igét, melyben megvan írva, sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. Köszönöm, Uram, hogy Jézus Krisztus gazdaggá tett minket. Ő szegény élet érettünk, hogy mi gazdaggá lehessünk. Ma elfogadom, Uram, amit felkínálsz az újjászületés által. Köszönet ezért az Úrnak. Hálát adok, Uram, hogy a gonoszok pénze az igazaknak tétetett el. Ezt ma beszólítom a hitem által, és kijelentem, hogy enyém a gazdagság, a bőség, az áldás és a szeretteimé, a Jézus Krisztus szent nevében. Nincs helye a szegénységnek, a hiánynak, az adósságnak, a nélkülözésnek, az életünkben, mert mindenre van elegendő pénzünk, és még marad is Isten dicsőségére. Köszönet Istennek, az ő végtelen irgalmáért és kegyelméért, az áldásért, amelyet örököltem és örököltünk. Köszönöm, Uram, a csodákat. Elfogadom, hogy meg vagyok áldva én és a szeretteim minden szellemi és anyagi áldással a mennyekből a Krisztus Jézusban. Áldott legyen, Uram, a szentséges szent neved mindörökkön örökké. Köszönöm, Uram, hogy a Te valamennyi ígéreted, ő benne, Jézusban lett igenné és ámenné. Hálát adok, Uram, hogy Krisztusban megerősítsz, megalapozol és felkensz. És hálát adok, Uram, hogy az anyagi életem megváltozik, és a szeretteim anyagi élete. Köszönjük, Uram, hogy megismertük az igazságot, és szabaddá váltunk. Imádkozok, drága mennyei Atyám, a Szent Szellem nyissa meg a szellemüket, hogy megértsük Isten igéje alapján az anyagi dolgok rendjét Isten csodálatos országában és királyságában. Szükség van rá, hogy az anyagi életünk rendben legyen, mert a hiányokból, a stresszből jön elő a legtöbb betegség. Szükségünk van az igére.
hogy megalapozzuk az anyagi életünket. Hálát adunk Isten igéjéről, amely élő, amely ható, mely élesebb minden kétélű fegyvernél. Lerontok minden hibás, téves dolgot az életembe, és megismerem, hogy mi Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Hálát adok neked, hogy a szívem erős, szilárd az Úrban és bizakodó. Ezért nem félek semmi rossz hírtől. Hát hálát adok Istennek, hogy megismerhettem az igazságot, és ő szabaddá tett. Hála és dicséret legyen, hogy mindenben meggazdagodtam, és bővölködöm, Uram, a te dicsőségedre, a Názáret Jézus szent nevében. Ámen.